Az ember már majd szétrobban. Például, amikor nézik a tévében a kedvenc filmjüket, és a készülék a legizgalmasabb pillanatban csődöt mond. Vagy mondjuk órák óta dolgoznak valamin a számítógépen, és a képernyőről az egyik pillanatról a másikra minden eltűnik. Hát bosszantó. Megesett, hogy valaki olyan égtelen haragra gerjedt, amikor a kedvenc futballcsapata kikapott, hogy a hatodik emeletről kihajította a tévéjét. Hát azért ez meglehetősen durva, de azzal biztosan szembe találták már magukat, hogy bosszúból pofon vágták valamelyik háztartási gépüket. Pedig ez nem igen segít a helyzeten, maximum annyit, hogy az ember levezeti a feszültségét. A magyarok 22%-a állítólag rendszeresen veri a számítógépét, ezzel egy szakmai lap felmérésében, de ezen túl még rengeteg agresszióra vagyunk képesek. Figyeljenek csak! Ugye, ismerős az érzés? Ha elsötétül, vagy lefagy, ha visszakérdez, vagy elfüstöl, ha túl lassú, vagy egész más csinál, mint amit elvárunk tőle, legjobb dolog a büntetés. Meglepő módon egyre többen püföljük a számítógépet, mintha ezzel bármi is megváltozna. Ittem, akkor esetleg kap egy pofont a monitor, esetleg az egér, de egyébként nem. A rúgás az nem jöhet szóba, úgyhogy én meg a gép azok jól meg vagyunk egymással. A számítógép lelki és fizikai fenyítése egyre inkább terjed a felhasználók körében. Egy angol statisztika szerint már minden negyedik irodai dolgozó kezet emelt a gépére. Ennek alapján egy magyar számítógépes lap is elvégezte a felmérést. Nagyon érdekes eredmény jött ki, ugyanis nálunk többen verik a számítógépet, mint tőlünk nyugatabbra. A magyar felmérés eredménye szerint a megkérdezettek 11%-a emelt már kezet a monitorra, 22%-uk rendszeresen veri gépét, és ugyanennyien vallották, hogy ha mérgesek, ütik, ahol érik a kompjútert. Hogy miért? Egyesek szerint azért, mert az irodában dolgozók feszültségüket így tudják a legeredményesebben levezetni, hiszen a gép kéznél van, nem panaszkodik, és ami a lényeg, nem üt vissza. Krisztián évek óta javítja a gépeket, és gyakran furcsa sérüléseket tapasztal. Találkoztunk már olyan számítógéppel, ami alaplaptörés szenvedett, és a tulaj azt mondta, hogy lejtette, majd utólag bevallta, hogy jól megrugdosta a gépet. Hát általában nem használ a billentyűzetnek az, hogyha az ember ököllel veri, mert a jobbik esetben még csak kiesik a billentyű, rosszabbik esetben nagy isten el is törik, és akkor aztán jön a ragasztó, megy mindenhova, ahol nem kéne, és akkor a vége az, hogy beragad teljesen a gomb, lehet kidobni a kukába, és lehet menni újjáért a boltba. Persze, a rendszergazda sem szent, ő sem bánik mindig kesztyűs kézzel a munkaeszközével. Igen, én is ütöttem már meg gépet játék közben, általában az embereket elkapja a harcideg. Akik nem elég bátrak ahhoz, hogy olykor megfenyítsék a gépüket, azok a világhálón rengeteg olyan játékot találhatnak, amelyekkel legalább a képzeletükben elpusztíthatják azokat. A választék széles, akad itt bakancs, kávéscsésze és kalapács is. A valóság azonban olykor ennél is cifrább dolgokat produkál. Ki hinné, hogy ezek a fiatalok nem vandálok, hanem profi számítógépes szakértők, akik évente kétszer-háromszor összejönnek egy fővárosi művelődési házban, ahol gépeket gyilkolnak, és ezt filmre is rögzítik. Ferenc maga is részt vesz ezeken. Ezen a partin belül rendeznek ilyen úgynevezett kompókat, ahol PC-ket és más számítógépeket felgyújtanak, összevernek, felrobbantanak, meghegesztenek, és nagyon örülnek ennek, hogy ők most szétrombolták a gépet. A számítógép felhasználók, mint mondják, csupán egy bizonyos márka ellen tüntetnek cselekedetükkel. Persze azért bevallják, hogy jól esik nekik, hogy feszültségüket ilyen formában vezethetik le. Fontos, hogy a gépeket minden esetben működő állapotban pusztítják el. Akad, aki csákányt hoz, és van, aki magas feszültséget vezet a gépházba, amíg az szénén nem ég. A gyártók valószínűleg meglepődnének, ha látnák, a legjobb szakemberek is miként rugdossák teljes extázisban a monitort. A pszichológus szerint egyszerű a magyarázat. Az agresszió megjelenésének egy igen tetemes hányada abból adódik, hogy az önértékelésünk sérül. Tehát amikor a számítógép már ismételten sokszorosan nem azt csinálta, amit szerettünk volna, picit azzal is szembesültünk, hogy már képtelenek vagyunk megtanulni, és már ismételten kudarcot vallunk egy olyan új területtel, amire pedig rá lennék kényszerülve, hogy megtanuljuk. Azért persze akad olyan is, akinek ha eljár a keze, legalább némi lelkiismeret furdalást érez. Hát utólag mindig sajnálom, mint amikor az ember a gyerekét sajnálja, hogy kap egy nagy frászt. Szoktam tőle elnézést kérni. Még nem mondta, hogy megbocsájt. A pofonok tehát rendszeresen érkeznek. A gépek pedig némán tűrik a megrázkódtatást, hiszen tudják, úgyis ők az okosabbak.